biztos. Megőrült a világ. Elnyomott az összes jó, és fontosak a hibák. Mikor Isten engem megteremtett, tett belém egy jó nagy csipet szarkazmust, némi depresszióra való hajlamot, és aztán véletlenül beleöntötte az összes szalon beleoldatot. Mert halljuk le, egy ideig mindannyian próbálunk megfelelni a felállított normáknak, és némiképpen azzá válunk, amivé mások formálnak. De én mondom nektek, egyszer betelik az a bizonyos pohárka, és rájövünk, hogy rohadt beteg világban élünk. Annak idején még te szopogattad el a kőbányait, most a kőbányai szopogat el tőlük. A másik, annyira elvagyunk össze a mai kis világunkban, hogy nem vettük észre, hogy a trónok harca lófasz az emberekéhez képest. Esküszöm, néha csak azért járok be a városba, hogy leüljek, és órák hosszát nézem, ahogy próbálják megölni egymást. Kedvencem, amikor ülök a szobában, és azon gondolkozom, hogy miért nincsenek barátaim, miért nem hívnak sehova, aztán a következő pillanatban rájövök, hogy amúgy talán azért, mert egyszerre utálom az embereket, és lehet, hogy ez meg is látszik. Kimegyek egy órára valahova, és olyan mély depresszióba kerülök, hogy Stephen King megírhatná rólam a következő forgatókönyvét. Mert basszus, az semmi ahhoz képest, ami az életben folyik. Egyes lányokra például szerintem irigykedne szegény bohóc, hogy tud olyan fasz a makkolatot az arcára kérni. Állítom, hogy végeredményben ijesztőbbek is, mint ő maga. Az öltözködésről meg már szót sem ejtett, arról meg pláne nem, hogy miket esznek. Fitness, sali, kardió, ami max csak szarnió. Csirke, túró, vizs, az a jó, ha száraz is. Skinny jeans és ombre haj, de nekem is olyan van, jaj. Akkor most én is díszpicsa lettem. Szóriznom kell, és minden nap egészségeset ennem. A nagy fasz. Lányok, ti egyéniségek, nézzetek már magatokra, mielőtt kipakoljátok a seggetek az üzenőfalatokra. Pankogtok, hogy nem becsül meg egyetlen egy srác sem, tettetitek, hogy ti vagytok a leggyengébb láncem, közben meg nagyobb szátok van, mint Mr. Kőbányának, a faszok, vagyis faszik, meg sorban rátok várnak. Én meg a női kifinomultság kb. Olyan távol állunk egymástól, mint ti, meg az egyéniség. Na de szó, ami szó, a mai világ finoman szólva el van baszva. Az állatkert a dobótérre ki lett rakva. Majmok, pávák, vaddisznók, szebbnél szebb egyedek, a rossz napon van kívül, és több sokat nevetek. Ott tartok, hogy nem merek köszönni egy boltban, mert félek, hogy kiküldenek, hogy túlzottan udvarias voltam. Meg biztosan ismertek olyan embert, aki mellett egyszerűen lehetetlen megszólalni. Ő csak mondja, és mondja magáért, szemed egy idő után feladod, csak nézel magad elé, és azon gondolkozol, hogy ha valaki azt mondja, hagyma, akkor vajon holnap is hagynod kell? Én imádok aludni, de rájöttem, hogy sajnos nem tudok annyit, hogy egyszer csak egy olyan világban ébredjek fel, amiben kikivéve szereti béket, Orbán ráhelyébe megtalálja a kukát, ahogy a végre jó bánásmódban részesülnek. Bár így átgondolva azt hiszem, az utolsó pillanat is sikerült. Hiába hirtelen már több férfi akar hajléktalan lenni, mint házas. Félig meddig meg is értem, de fiúk, mellettünk az élet olykor csodás. Kincs az utcán viszont nem várnás, csak szopás. Félretve mindenféle komolytalan mondatot, emi végre a szádat egy szakonnal kimoshatod. Végezetül hangozzon el mondatunk a hazáért, egy mindenkiért, de közben mindenki csak magáért.